Megvalósítási szakaszába lépett a TOP Plus keretében zajló foglalkoztatási gazdaságfejlesztési együttműködések című projekt, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal és Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata alkott a konzorcium együttesen valósít meg. Több mint 7,5 milliárdos az a programcsomag, amelyet elindítunk a Paktum Plus program keretében. A Vármegyei Fejlesztési Csomag része ez, a területi operatív program szerves része. Korábban ez a program kisebb paktumokat is tartalmazott, illetve Nyíregyháza megyei jóváros önálló programmal indult az előző 7 évben. Most ezt vármegyei programként egységesen valósítjuk meg a vármegyében. Meggyőzés szerint, mire a program zárul, addigra inkább közelebb leszünk a 9-10 milliárdhoz a program zárásakor, mint a 7,5 milliárdos mostani kezdésnél. A program első két pályázati kiírása már megjelent a napokban. Az egyik a vállalkozóval válást elősegítő támogatás, amelyet 60 fő kaphat meg. A másik pedig a 30 év feletti hátrányos helyzetű álláskeresőket célozza meg bértámogatás formájában. A megye munkaerőpiaci helyzetből adódóan a mindenféle támogatás nélkül vesznek fel a cégek embereket, és tudnak is sokan elhelyezkedni, viszont szükség van az ilyen támogatott programokra, hogy azokat is meg tudjuk szólítani, akiknek egyébként az elhelyezkedése az nehezebb a munkaerőpiacon. Itt ágazatot tekintve három területet kijelölve, az építőipar, a kereskedelem és a gépjármű javítás, és mindemellett a tartósan munkanélkülieket, a közfoglalkoztatásból kilépőket, vagy az úgynevezett inaktívakat is megcíloztuk. Tehát a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy akkor lehet sikeres támogatási kérelmet benyújtani, hogy a foglalkoztatni kívánt állampolgár az valamelyik ilyen célcsoportba beletartozik, és azt gondolom, hogy ha ennek megfelel, akkor jó esélye tudunk is támogatást adni, mert szerencsére, illetve a kormányzati döntésnek köszönhetően olyan mértékű támogatási keret áll rendelkezésre, ami képes arra, hogy az ilyen típusú igényeket azt támogatásban tudjuk részesíteni. Nyíregyházának 2017-től 2023-ig saját foglalkoztatási programja volt, ezzel 2250 ember foglalkoztatását segítették elő. Az így szerzett tapasztalatokat most beépítik a vármegyei paktumba. Nem csak a jó gyakorlatot tudják átadni a vármegye székhelyen, profitálni is fognak belőle. A déli ipari park új befektetőinek és a régóta itt működő nagygyárak dolgozóinak alig fele nyíregyházi. A munkavállalók jelentős része a vármegye más településéről származik. Elindultak az ipari parki beruházások, amelynek a munkaerőigényike 5-6 ezer fő lesz, és ezek közül a cégek közül 2 már évvégéig próbaüzemet tervez, a dél-koreai Debuscope, illetve a német Boysen. De ezeknek a cégeknek, ezeknek a beruházásoknak a munkaerő igénye, a szakképzett munkaerő kérdésköre is máshogy fog felmerülni, mint évekkel ezelőtt. Tehát ezeket, gyakorlatilag ezeket a kérdéseket mi már az elmúlt másfél évben végigvettük, és én azt szeretném, és arról beszéltünk, hogy ez a megyei paktumban, mert most már csak a vármegyei paktumban, ne álljanak ezek le, hanem menjenek tovább, vigyük tovább, mert erre nagyon nagy szükségünk lesz. A vállalkozóval válás támogató pályázatra április 25-ig lehet jelentkezni, a bértámogatás folyamatosan igényelhető. A részleteket az nfs.munka.hu oldalon lehet elolvasni.